Adrenalin, gumicsikorgás és kipufogógáz. Ez az, amiért Bebe élhal az utóbbi időben. Most pedig lehetősége nyílt arra, hogy ne csak otthon a tévé elől, hanem testközelből is megcsodáljon egy ilyen versenyautót. Nekem már régi vágyam volt egy ilyenbe beülni. Azt, hogy vezessem, az arról nem is merek álmodozni, de még bármi lehet, legalábbis nagyon remélem. Koller Győző évek óta csinosítgatja autóját és rendszeresen indul drift versenyeken. Az újfajta versenyágnak a fiatal fiú jeles képviselője, és teljes körű felvilágosítást is adott az énekesnek a Verdát működtető Speckó motorról. De Bebe tenyere már bizsereg, alig várt, hogy ráfogjon a kapaszkodóra, és szágoldjanak kilincsel előre. Szerintem lassan induljunk neki. Vágjunk bele, hát mert. Bebe széles vigyorral az arcán is izgatottan szállt be az autóba. A motor felbőgött, az autó elindult, de az első kanyarnál már kétszer is megbánta, hogy vállalta a kalandot. Aztán úgy tűnt, kezd belejönni, és egyre jobban élvezi. Nagyon nagy! Köszi, Fader! Eredetileg Bebe csak egy tesztkörre nevezett be, de egyértelmű volt, hogy be fog próbálkozni Győzőnél, akár még meg is vesztegeti azért, hogy ő is beülhessen a volán mögé. Győző, majd vezessem, léci! Hát az ki van zárva. Na, hol az a pénz, nem? Nem igazán. Na csak egy kis ilyen nagymama tempóban, csak úgy az érzet miatt, csak az ízekedvéért. De csak óvatosan. Jó. Az énekes lelkesedésével nem is volt baj, de a projekt már az öv becsatolásánál megakadt. Várj, ne! Nyomd le, én húzom. Gyere! Rossz felé. Dagadt vagyok! Indulás előtt Bebe még feltette az utolsó kérdéseit, elhangzottak a legfontosabb instrukciók. A zenész maga biztosan indította be az autót, de az szinte azonnal lefulladt. Majd másodjára is. Ezek szerint tényleg három a magyar igazság, Bebének végül sikerült elindulnia, és csak úgy rótta a köröket, driftelt, pörgött, de a kanyarokat azért elég öregesen vette be. Nagyon jó! Egy ilyen versenyautóba már csak beülni is élmény, nemhogy vezetni. Bebe maga sem tudta eldönteni, hogy melyiket élvezte jobban. Hát utasként mindig félelmetesebb egy ilyen autóban ülni, mint vezetni. Ugye ott nem kapaszkod semmiben, maximum a majrévasat fogod. De átvezetni még brutálisabb érzés. Tehát sokkal brutálisabb, mint amire számítottam. Ültem már versenyautóban, de ilyen autóban még nem ültem. És a Győző az annyira érzi az autót, hogy hihetetlen. És hát én bepufátlankodtam a vezetőülésbe, úgyhogy tehát több kevesebb sikere. Bebe egyébként nem csak a versenypályán, a lőtéren is gyakran vezeti le a stresszt. A fegyverek, céltáblák és a puskapor illata ugyanis magát a nyugalmat jelentik a zenész számára. Valahogy a lövészet, az valahogy jelen van az életemben. Valószínűleg ez az agymen is, az apai nagyapámtól származik, aki egy tábornok volt az annó aktuális etiópiai rezsim hadseregében, és valószínűleg innen van ez a fegyverek iránti vonzalom. És hát mint olyan rendezett körülmények között, Budakeszin van egy lőtér, ahol én kiszoktam járni, és ott gyakorta, ha lehet mondani, idegesség levezetés, vagy egyáltalán feszültség leadására lehetőség nyílik, és ott egy-két-három órát el szoktam tölteni. Hiába az extrém sportok szeretete, Győző szerint Bebének azért egy ideig még nem kellene felhagyni a zenéléssel. Jó, azért nem ennyire reménytelen, pár száz órát vesz is. Használható lesz az ő tudása is.